az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. A mélységből kiáltott hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat! Ha a bűnököt számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Ámen. A mélységből kiáltott hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat! Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy megváltásunkra és üdvösségünkre elküldted erre a világra egyszülött fiadat. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem kímélted az életét sem, hanem keresztre adtad, hogy nékünk örömünk és békességünk legyen. Köszönjük néked, Urunk, hogy egyszülött fiadat fel is támasztottad a halálból, hogy ezáltal, az ő élete által nékünk is reménységünk legyen az új életre. Könyörgünk hozzád, Urunk, most, amikor húsvét után vagyunk, hogy a húsvéti hit reménységével figyeljük és kísérjük egyszülött fiadat a szenvedések útján, hogy igazi hálaadással tudjuk fogadni az ő szeretetét, és át tudjuk élni azt, hogy miért jött hozzá, és mivel ajándékoz meg bennünket. Így áld meg bennünket, Urunk, most, ezen az estén, amikor húsvét utáni időben, húsvéti hittel szemléljük és éljük át a passziót, egyszülött fiadnak a szenvedését. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Az egyháznak az egyik legfontosabb, de egyúttal legizgalmasabb feladata is az, hogy Jézus Krisztus életét és szolgálatát megvalósítsa ebben a világban, a ma élő világban. Teológiai Akadémiának néhány hallgatója, 19 hallgatója arra vállalkozott, hogy Jézus Krisztust az ő szenvedésében, Golgotai kereszt halálában ábrázolja most nékünk ma ebben a világban, 1989-ben. Amikor Jézus Krisztus szenvedésére nézünk, akkor úgy figyeljünk, hogy Jézus hozzánk jött, közénk jött, mintha itt élne közöttünk, és úgy figyeljük az ő szavát, úgy figyeljük az ő cselekedetét, hogy így értsük meg igazán az ő jövetelét hozzánk. Kérjük Isten szent lelkét, hogy mi Jézus szenvedésére nézünk, átéljük azt, hogy értünk jött a mi bűneinkért, a mi bűneink bocsánatára és a mi üdvösségünkre. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt, szolgái által, a próféták által, hogy az elfordult nép szívét és fülét az Atyához fordítsa, végül elküldte egyszülött fiát, hogy hallgassanak rá. Kicsoda Jézus Krisztus ma? Mit tenne ma? Milyen lenne ma? És végül mi történne vele ma? Jézus ma is ugyanaz lenne, mint akkor, mert benne nincs semmiféle változás. Ahogyan az apostol mondja, Jézus Krisztus tegnap és ma és mind örökké ugyanaz, mert benne nincs sem fénynek és árnyéknak, sem jónak és rossznak váltakozása. Ez nem színdarab, hanem passzió. Szenvedés történet, de nem a múltat idézi. Jézus keresztútja, halála és feltámadása nem csak ott és akkor a jeruzsálemieknek okozott sok-sok fejtörést és problémát. Mert Jézus él, ereje, hatalma, a Szentlélek jelenléte ma is megtapasztalható. Tehát nem csupán egy tanrendszerrel találkoztok. Jézus nem tantétel. Ellene vagy mellette? Ma is kérdés. Ellene vagy mellette, és feladjátok-e egész életeteket, rábízva mindent? Ez a ti kérdésetek is, mert Jézus ma is él. De hát megtapasztalható-e, hogy él? Megtapasztalható-e a mi számunkra is, hogy hatalmas? Ez valamennyi embernek a kérdése, akit erről nem győzött meg Isten szent lelke. Amikor most Jézus halálával szembesülsz, a jelenünk áll előtted. A jelenünk, és nem csupán egy történelmi esemény. Él az Úr. Mindig ma van az a nap, mindig ez a pillanat az, amelyben eljön hozzád és megszólít az Isten, hogy halálból életre hívjon. És a Fiú, Jézus Krisztus ma is felé mutat. Bár a zsidók és a keresztjének az Isten népe, akik magukon viselik az Istenhez tartozás külső jegyeit, a körülmetélést és a keresztséget. Életükkel azonban mégsem mutatnak jelként az Isten felé. Nem töltik be hivatásukat. A világ keresztény egyházai betöltik hivatásukat? Életükkel az Isten felé mutatnak? A magyarországi keresztény egyházak betöltik hivatásukat? Életükkel az Isten felé mutatnak? És végül mi magunk betöltjük hivatásunkat? Életünkkel jelként az Isten felé mutatunk? Mert így szól az Úr. Amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet. Mert ezt mondták róluk. Ez az Úr népe? Azért tartjuk a passziót, mert Isten megszólított bennünket, miként megszólít titeket is. benne szíveteket és templomaitokat. Szóljatok ki mindent, ami nem odavaló. Tisztítsátok meg szíveteket és templomaitokat, mert az Isten közöttetek van. Valóban közeledik hozzá. Ez Isten. Tisztítsátok meg szíveteket és templomaitokat. Ne higgyetek be oda semmi hiába való és vétkes gondolatot. Kifelé. A test támplása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. De ha a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Ti a Szentlélek temploma vagytok. Tisztítsátok meg szíveteket. Gyülakozzál bennem, hadd meg. Az én atyám háza imádságháza, ti pedig önmagatokat imádjátok oda. Távozzatok előtt a hangos éneklésetekkel. Nem tűrvedjük a bűnt és az ünnepét. Ti kívánja tőletek, hogy erőjetek és tapossátok udvaroma. Teremjetek megtérés és az illő gyümölcsöket, mert kivágnak és tűzrevetnek minden fát, amely nem terem új gyümölcsöt. Az egész egyház a Szentlélek temploma. Tisztítsátok meg egyházi életeteket, tisztítsátok meg gyülekezeti életeteket. Az Isten közeledik, készüljetek a fogadására. Hallottuk, amit a templomról mondtál. Tetszett. Ilyenekre van most szükség. Mester, te vezetése termettél, mondd meg, mit tegyünk, és mi követünk akárhová még. Mit szólnál ahhoz, ha összejöveteleket tartanák a vezetéseddel? Mondd meg nekünk, hol laksz, hová menjünk. A rókának balra van, az égi madárnak pedig fészkel. Az emberfiának nincs hová a fejükre hagyni. Értesülést szereztek mindezekről a nép vezetői, azok, akiknek hatalma van. Látva, hogy megmozdul és lángalobban minden Jézus nyomán, keresték a módját, hogyan pusztítsák el, mivel féltek tőle. Hiszen hatalommal és erővel igazolt tanítása magával ragadta az egész népet. Ki ez az ember? Tőletek jön? Kicsoda? Hozzátok tartozik? Mit tudtok róla? Tulajdonképpen mi? A fiataljaitok követik őt? Hallgatnak rá? Nem tudunk semmit. Mi is csak most kapjuk az első információkat, az első híreket. Szinte a semmiből bukkant elő. Mi az, hogy a semmiből bukkant elő? Én ilyet nem ismerek. Azonnal szerezzenek be róla információkat. Most mi legyen? Valamit tenni kell. Milyen lépéseket kellene tennünk? Hogyan állítsuk le? El kell határolnunk magunkat tőle. Inkább egyveszel a népért, mint sem. És különben is más felekezetek templomait is látogatja, sőt, azok fiataljaival is érintkezik. Ott van az aluljáró. Mindenféle lumpen elemekkel, csövesekkel, szipósokkal is beszélget. A Rákóczi királyokat és a valuta üzélyeket sem kerüljük. Hiába. Aki korpa közé keveredik, az felfaljára disznó. Egyértelmű, hogy nem rendes ember. Nem feltetetlen. Sok itt a sötét volt. A lelkészi kar szégyen lenne. A kocsmákat is járja. Mindenkivel válogatás nélkül szóba áll. Mindenféle piszkos rongyenderre. Ezt még mind felhasználhatjuk ellen. Csak egyet nem értek. Náluk még sohasem jár. Hát hozzánk miért nem jön el? Túlzásban viszi a felekezetek közötti nyitottságot. Ugyan? A teológia képzetlen. Gúnyolódó. Valami ismeretlen szekta vagy népi bibliás közösség tagja lehet. Nem láttam benned, csak az ás fiát. Üsznek vakiben, árkon bokron át. A szakadékhoz, mely mélységbe ránt. Üsznek meg szállott, hitető gyaránt. Kinek a felhatalmazásából cselekszed ezeket? És ki adott neked megbízást arra, hogy ilyeneket tegyél? Ki küldött? Egy valamit kérdezek tőletek. Válaszoljatok nekem rá, és én is megmondom nektek, hogy kinek a megbízásából teszem ezeket. Vajon a Szentlélek keresztsége szükséges-e az üdvösséghez, vagy sem? Mennyből vagy emberektől való az erről szóló tanítás? Erre válaszoljatok. Ha most azt mondjuk, hogy a mennyből, azt fogja mondani, hogy miért nem hittetek neki, és miért nem igyekeztetek azt magatokra venni. Vagy akkor azt mondjuk emberektől, hiszen már az egész sokaság azt tartja, hogy lélek nélkül nincs megújulás, nincs új élet. Nem tudjuk. Akkor pedig én sem mondom meg nektek, hogy kinek a megbízásából teszem ezeket. Egyre többen csatlakoznak Jézushoz. Olyanok, akik hisznek a változásban. Szabadabb életet, politikai szabadságot, demokráciát akarnak. Azt hiszik, Jézus a jelenlegi kormányt és egyházi vezetést akarja megbuktatni. Hallottátok? Hallottátok, hogy életmény, új vallás lesz, új szervezet. És képzeljétek le, hogy a politikai hatalom közben szólni majd. Jaj, de jó! Boldogok vagytok! Ti sóvárgó és megkötött lelkek, akik eljátszottátok becsületeteket, akik elvesztegettétek maradék emberségeteket is az igazságkeresése közben. Boldogok vagytok ti, akiket meggyötörtek és összezavartak igazságtalan rendszerek, mert ti megelégítettek. Ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad. De ha a földbe esik és meghal, sokszoros termést hoz. Így van ez az Isten országában is. Aki az életét meg akarja őrizni, az elveszíti. De aki én értem elveszíti az életét, az örök életet nyer. Boldogok vagytok, ha az igazságért szenvedtek. Boldogok vagytok, amikor mindenféle hazugságot és rágalmat szórnak rátok az én nevemért. Tisztelendő úr! Mindnyájan tudjuk, hogy ön helyesen beszél. És tanít. És hogy nem személyválogató, hanem igazán tanítja az Istenünkkel. Szabad-e nekünk olyan nyilatkozatot tenni, amelyben az állam Szabad-e, vagy sem? Erre feleljen neki. Képmutató. Csak azt tudnám, miért akartok engem törbe csalni. Hát nem ennek az államnak a polgárai vagytok? Nem ennek az államnak a pénzéből éltek? Mutass egyet a nálad lévő pénzek közül. Ismered a feliratát, olvasd? Magyar Népköztársaság. Mondom tehát nektek, adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek engedelmességgel, annak engedelmessége. Mennyei atyátoknak pedig, akinek az egész életetekkel tartoztok. Az egész életeteket. Ne féljetek tehát megadni az államnak azt, ami az állami. Sokkal inkább először adjátok meg mennyei atyátoknak azt, ami az övé. Hát nem ez volt a ti vallásotokban is? Hall Isten hívvel. Az Úr, amit Istenünk, egyedül az Úr. Ezért szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. És szeresd embertársadat, mint saját magadat. Sőt, én azt mondom nektek, hogy még az ellenségeteknek is szeressétek. Mert ha nem szereted az embertársadat, akit látsz, vajon hogyan szerethetnéd Isten, akit nem látsz? Az ellenségét szeretni? Hát azért ez naivitás. De szerintem is idealizmus. Így azért nem lehet. Tehát miért? Mi baj van vele? Hát nem ezt mondták már. És különben is hát igazi vezéregyéniség. Miért? Talán tudtok már a jobbat? Hogy ezeket a túlzásaid mi? Ki igazik? Hát nem gyakorlati, de hát hagyjuk a felelősségünk, hogy ki igazik. Persze, majd rájön ő is, hogy nem megvalósítható. Nem reális, amit tanít. Jön, gyerünk most már egyben. Őrizkedjetek azoktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzá, belül azonban ragadozó farkasok. Akik tévedhetetlennek gondolják magukat, a szavukat pedig szentírásnak. Tanít arra, hogy ez is ágában sincs, hogy megtartsák. Ezek nem is Mózes székébe, hanem az enyémbe akarnak beülni. Szeretik a tekintélyt, szeretik a köszöntik őket. Szeretik az első helyeket a templomokban és a társadalmi rendezvényeken, és a főhelyeket a fogadásokon. Felemésztik az özvegyek házát, közben pedig színlelésből hosszasan imádkoznak. Mondom nektek, ne irigyeljétek tőlük azt, amit van, mert rájuk vár a legsúlyosabb ítélet. Az egész nép nagy ünnepre készült. A vezetők keresték a módját, hogyan fogják el Jézust, akit a nép a messiásnak tartott. Személye veszedelmes volt, azt mondták, politikai forrongást kelthet és megrendítheti a birodalmat. Ezért titkon kellett cselekedniük, minél kisebb feltűnést keltve. még arról beszéltél, hogy szívügyed a szegénység. Ezzel hány szegényen segíthetünk volna? Vagy az csak szóbeszéd? Hát nem értitek? Még mindig nem értitek? Ő az eljövendő király. Ez az asszony, ez a bűnös asszony teszi azt, amit a népnek kellene tennie. Felkenni a messiást. Én nem uralkodni jöttem, hanem hogy szolgáljak nektek. És életemet adjam váltságul sokakért. Értetek is. Adjátok őt. Valóban azt tette, amit tennie kellett. Előre meg kellene testemet a temetésben. Ekkor Júdás, egy a közvetlen barátai közül elment a vezetőkhöz, hogy elárulja őt. Amikor azok ezt meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig ezek után kereste a módját, hogyan árulhatná el őt egy megfelelő pillanatban. A ma nevezetes ünnep előestéjén Jézus asztalhoz telepedett barátaival. De jó, hogy végre egy kicsit magunkra maradtunk. Kell is az ilyen elmélyülés. A holnapi napon megfordul a világ sora. Azt hiszem, mester, szükségünk lesz minden erőnkre. Ó, mester, nem is találok szavakat. Mindannyian tele vagyunk a várakozás izgalmával. Ahogyan a Zsoltárban is olvassuk, összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedény. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve végadjatok. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Valamennyien meg fogtok botránkozni bennem, mert az is meg van írva. Megverem a pásztort, elszélednek a juhok. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Íme én újat cselekszem. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megszabadítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Ti az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Mert a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Ezért vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely értetek megtöretik. És itt van, igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új és örök szövetség vére, mely értetek és sokakért fog kiomlani. a bűnök bocsánatára. Az emberfiának ugyanis sokat kell szenvednie. El kell utasítatnia a vénektől, az előjáróktól, a főpapoktól és a hittudósoktól. És meg kell öletnie. De harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Megrendült az én lelkem, és mit is mondjak? Talán azt kérjem, Atyám, szabadíts meg ettől az órától engem. Egyszer azért jutottam erre az órára, hogy ezt kérjem. Atyám, dicsőítsd meg a te szent nevedet. Gyertek, menjünk innen, mert elérkezett az én órám, amelyben meg kell történnie mindannak, amit mondtam nektek. Akit megcsókolok, az lesz ő. Üdvözlégy, Mester! Takarodjatok! Ez a ti órátok, a sötétség hatalmának órája. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami köztörvényes bűnöző ellen. Tegyetek fel a bűnötökkel. Nem köztetek voltam minden nap, amikor tanítottam? Akkor miért nem tartóztathatok meg? Majd ezt értek, gyere! Jézust elítélték. Rövid volt az eljárás, villamásszerű, mint a pallos zuhanása. Koncepciós per volt. Mire bárki feleszmélhetett volna, már állt a kereszt. Királynak tartottad magad? És hova jutottál? Nézd magadra, és lásd meg, hogy hova jutottál. Tusszolj! Mi lett a terveidből? Kérlek, kérlek, most mutasd meg a hatalmadat, amiben hittünk. Lásd! Hát csak ámítás volt, minden csak ámítás volt. Csaló! Benned bízunk! Szükségünk van rád! Gondolom, mi lesz így a terveikből? És itt néhányunknak a tervéből. Mi lesz a terveinkből? Válaszolj! Szállj meg! Miért van ez? Könyörgök, szállj meg! Kiessünk benne! Szállj meg! Szállj! Szállj meg! Szállj meg! Szükségünk van rád! Ez az ember valóban Isten fia volt. Emberek, kit öltek itt ma meg? A lázadók fegyverrel a kézben halnak meg. És akik hatalomra törnek, maguk is hatalmaskodnak. Hát akkor kit öltünk ma meg? Ki ez? És ez a nap? Mitől más, mint a többi? Zakariás próféta szavai az idők mélyéről szólnak itt ma hozzánk. Azon a napon pedig, Kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták. És úgy keseregnek miatta, ahogyan az egyetlen gyermek miatt szoktak. Azon a napon olyan nagy gyász lesz, hogy gyászolni fog az egész ország. Külön-külön minden nemzetség, asszonyaik is külön-külön. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet.